Köszöntöm mindenkit hatalmas nagy szeretettel itt a Magyar Esport TV-ben, azon belül is a V4 Future Sports Fesztiválon. Én Kismagyar vagyok, és itt van velem Piciber. Sziasztok ismét, engem már hallhatatok az előző pályán, illetve mai nap folyamán már kedves Adriánt is. És hát akkor is ismét itt vagyunk egy ARGA meccsel, illetve még ezt folytatjuk. Cabestone lesz a következő pálya. Cabestone, ami egyébként nem menjünk el amellett, hogy a Hellraisers választása, tehát hogy a Game Agents kipikkelte Infernót, ami eléggé balul sült el a számukra, ugye úgy gondolták, hogy ugye a... Szerintem az Inferno az egy tipikus magyar pálya, szóval lehet, hogy benne voltak ezek Gabesson, Fleef kombónak, illetve még Colornak is abba, hogy esetlegesen miért pont Inferno lett. De hát eléggé balosült el nekik. Nem tudom egyébként, hogy a Cobblestone milyen lesz, hiszen statisztika ügyileg a Hellraisers is egy olyan, a meccsei felét nyerte meg Cobblestone nagyjából, míg egyébként a Game Agents sem ért el több győzelmet. Jó, ez igaz, de a HR komolyabb csapatok ellen játszott. Mondjuk ez igaz, tehát nem menjünk el emellett sem. De hát figyelj, best of egy. Igazából, tehát egy pálya, a meglepetés ereje, hát ha csináltak olyan taktikákat, kidolgoztak olyan módszereket, amikkel mondjuk meg tudják lepni a Hellraisers. Tehát ugye a Best of 1-nek ez a varázsa, tehát én például ezért szeretem jobban a Best of 1-et. Is. Igen, tehát ez teljesen 50-50. Igen, lényegében majd ezt fogjuk látni. Illetve hát akkor a GIA ugye ezen a pályán, én nem igazán láttam őket túl gyakran játszani, tehát ez még egy jog. Nem egyébként lehet. Persze, tehát valahogy én mindig azt látom, hogy inkább a TR1 környékén jön elő a Cobblestone gyakrabban, tehát az ilyen kisebb, illetve magasabb TR-be lévő játékosok, ugye a TR3-4-be esetleg nem feltétlenül játsszák Cobblestone, mert ők inkább ehhez az ilyen alap pályákhoz vannak hozzászokva, tehát ugye az Inferno, a Mirage, szóval például a magyaroknak, mint ugye mondtam, egy tipikus pálya az Inferno. Gyakran ilyen a Nuke kábelban. A Nuke, igen, tehát egyből érkeznek a Train, és egyébként nem olyan gyakori választása a Trainnek. A Train egyébként a magyar csapatoknak például. Tehát akkor közben egyébként már a játékosok készülődnek, igen. Bent lesznek már a... És a Clean Feed. Itt egyébként a külföldi kollégákat láthatjuk most. Ők is már felkészültek a mérkőzésre, és akkor pillanatokon belül kezdünk. Mondjuk most, igen. Ennél jobban nem is lehetett volna időzíteni egyébként. Akkor pár másodperc is már megyünk is, így is van, és hát Deadfox lesz az, aki fűszkített, illetve a füstöt megvásárolt a CT oldalról a HR csapatánál. Voxi pedig agresszik középen. Igen. A többiek ugye inkább a kiskavokat vásárolták meg, ők inkább az a picit defenzívebb játékot képviselik így felszerelés ügyileg. Még egyébként a Game Agents inkább a Glock Trainre ment rá, egyedül, nem igazából, igazából egyedül Eliv az, aki gránátokat vett, a többiek ugye... Dobott egy P250-t. Igen, tehát ugye... Akkor viszont Zero egy ilyen Juggernaut, nem egy ilyen tankként lett most előre külön. Na nézzük, hogy Gabesson mit tud vajon tenni, hiszen ő ugrott be elsőnek B-szállatra, viszont Colornak lehet mondjuk nagyon nagy esélye esetleg leugrósba fregelnie egy embert, és a bomba lekerült 5v5-be, ez elég nagy hiba a HR-nek, hogy ezt így hagyta, viszont így most 5v5-be kell visszafoglalni a site-ot. Megindult a visszafoglalás közben, Eliv le fogja itt várni. Zero. Hát és a játékosokat, és Zero pedig érkezik hátba, Elivnek megvan egy ember, és Zero-nak ott lett akár két ember is, meg is tudott tölni két embert, Colornak is ott van Bondik, és végül is sem maradt egyedül. Aki meg tud tölni Colort, és 1v4-be kell ezt megoldani, de nem tudja, hiszen Zero beszúrja a harmadik fregét is ebben a körben. Ezáltal... Milyen megkerülést hajtott végre. Egyébként igen, tehát pontosan jól lörkölt, kivárta, nem csinálta azt, hogy amint meglátott egy embert, megölte, és ott van például most vissza is játsszák. Két halakadt a horogra. Azért a második nem volt a legegyszerűbb gyilkosság, de nem egyébként, ott azért neki. Picit volt egy kis rángatott a fegyver, ugye a visszarúgás. De hát lehoztál a kört igazából, 1-0, érkezik a vásárlás, és nem igazán álltak fel arra az SMG-s pénzgyűjtős vásárlásra, egyedül Elivnek van egyébként UMP, a többiek alkával operálnak, közben Gabessonnak már is megvan az entry, és Isha sem tudott, hogy kifogni, illetve Deadfox sem, és ezáltal most már Voxik és Bondik maradtak ketten. A Bondik? Bondik van nagyon jó pozíció, meg tudja ölni a bombarakost, de még egyébként mindig kettő a szituáció, és Color el tudja kapni Bondik gravancát, épp ott sikerült. Épp, hogy nem tudott elmenekülni, és most Voxik érkezik toronyból, de úgy néz ki, hogy inkább felmegy aranyhajba. Vajon most ez egy ilyen bételés volt, hogy szétvágta ott a palát, és így
Lehet, hogy annak szánta, bár ezt most senki sem tudta érzékelni szerintem. Nem, egyébként szerintem, tehát pont a bombarakásnál volt, szóval lehet, hogy a hangpont eltakarta ezt a hangot. Nem, mindegy. Nem, hát messze voltak terrorok. Igen. Szóval a Voxik, a kiske volt, és a CD-t kell kimenteni. Egyébként teljesen jó lenne, hiszen a következő az ugye egy full echo lenne, ha minden igaz. Lesz ott, is valószínűleg. Igen, lesz is. És olyankor például egy CZ kiskevó jól jöhet? Szóval azt előre küldeni, vagy esetleg olyan pozícióba beállítani, ahol mondjuk nem számítanak rá, mondjuk... Vagy verszelezni vele, és akkor már abból lehet... Igen, és akkor építeni. Az már ugye láncreakcióként terjedt tovább, mint a futótűz. Jó párszor láttuk már ezt. Tipikus példája, igen. Akkor közben pedig nézhetjük ismét a támadást, vagy kiszedik a CT-ket. Játszik a nyessége lényegével. Hát igazából, ahogyan elvárjuk ezt ugye az anti-echo köröktől, hogy ne legyenek ilyen zökkenőmentesek. Na nézzük, érkezik a full echo, a Hellraiser, azt ugye, mint azt mondtuk, egyedül ugye Voxiknál van egy CZ kiske, amit sikerült kimenteni az előző körbe, és Fleeve ismét egy SMG-t vett, mint az előző körbe, ugye az UMP csak most egy Mach 10-et vásárolt, próbál esetleg az AWP-re gyűjteni. Nézzük, meg is van neki egy ember, akit egyébként Color Soul-be, viszont ott van most már Fleeve-nek az első frag, tehát 600 dollár ott van a zsebben. Nézzük, Angel meg tudta ölni egy embert, nem, Gobeson végül megöli őt, és Fleeve-nek is ott van a második frag, már 1200 van a zsebbe. És ott pedig érkezik. Érkezne hátba. Érkezni is fog. Igen, leugrósból, viszont nem számítanak. Maximum a hang, hogyha majd le fog esni, de úgy néz ki, hogy nem, inkább hosszú fele próbálkozik. Fegyvert szeretne majd szerezni esetleg. Hát a kimentés, kimentés az exit felekre gondolsz, szerintem nem. Hát a szerez magának egy okát, és esetleg azt ki tudná menteni. Hát az USP-vel? Mondjuk hát maximum... Angel elfejelt valakit, ennyi infója hát lehet. Figyelj, Gabesont el tudná lőni, mert 35 HP-ja van, tehát... Na, jó, igen, na, jó, hát nem szóltam, egy Mach 10 már van. Ha ki tudja menteni, de most rámegy az összes G-as játék, és semmi esélye. De figyelj, egy embert elvett, ez tök jó egy full echo-ba. Hát egy kevót, illetve... Hát, egy Mach 10-et. Hát vette. Igen, de Mach 10 most nem úgyis eldobásra került volna valószínűleg. Jó, akkor most ne dicsérj meg szegény srácot, tényleg. Jó azért. Jó, egyébként figyelj, szép frag volt. Na nézzük, érkezik az első vásáros kör a Hellraiser részéről. A Gia szokásosan vette a fegyvereket, vagy megtartotta a fegyvereket, egyedül Color újított be egy AWP-re. És most próbált egy flikkelni egyet, viszont mellé lőtt. Nézzük, hogy esetleg itt beakad neki horog, és Deadfox beakad neki füstön keresztül. Nagyon jól számolta ki azt, hogy Deadfox eldobta a smoke-ot, és mennyi idő után fog elmenni onnan. Így az entry május ott van a Game Agents-nél. Akartam mondani egyébként, hogy a Harry Dustin nem igazán látok AWP-t. Nem, de volt egy FAMAS. Na igen, a FAMAS. Tehát akkor az mit jelent? Pénzügyi gondokat jelent? Hát így is megfogalmazhatjuk, illetve Deadfox ráment inkább a több gránátra. Közben igen, Angel. Angel viszont visszalőtte Colort, és Elivnek ott van egy dupla lett volna, hogyha Fleeve nem öli meg helyette, illetve Gabesonnak is beakadt egy ember, így az első fegyveres kört elég szépen eszközölte a Game Agents. Azt nézem. Ha csak is, nem hoz egy 1v4-et, igen. De most érkezik a bombalerakás arra? Az furcsa, hogy Cobblestone A-plantot látunk. Mert ugye Cobblestone az tipikusan az a pálya, hogyha megnézzük egy hőtérképet, hogy hol van a legtöbb mozgás, akkor B-lerakon van. Szóval volt egy Major, ahol tényleg néztek egy hőtérképet az elemzők a döntő előtt, és látták, hogy Cobblestone a B felvezető út az full piros volt, még az összes több ilyen szintelen. Annyira B-t előttetik Cobblestone, és ezért furcsa egyébként, hogy lerakták arra a bombát. De most is semmit tud csinálni, kimenteni. Igen, hosszú volt egy jobb megmozdulás, Live, illetve Fleeve kiszedte mindkét távédőt, úgyhogy így már viszonylag nyílt út volt. Hát persze, igen, innen már tök mindegy, csak legyen lerakva a bomba, tehát most... Nem volt ki megakadályozza igazából a bombaplantot. Na nézzük, hogy Issa fog-e tudni kimenteni fegyvereket, vagy kimenteni a fegyverét, illetve exit frageket lőni. Hát exit frageket nem fog tudni lőni, és Terrorse erre ment, ugyanakkor emellett, illetve ez azzal jár, hogy a fegyverét is ki tudja menteni. Közben itt láthatjuk Elivnek a majdnem dupláját. És hogy úgy a Echo-kör a Hellraisers-től, Echo-kör igazából rávették, mert ha megnézzük Deadfox pénzét, 1200, Angel ugye 1500, Voxik és Bondik. Van ilyen 1300-1500 dollár. SK? Inkább SK-ztak? Hát szerintem egyébként Issához mérték a pénzeket, szóval Issának van 1500-a és egy fullos szettje. Nagyjából egyébként A környékére próbáltak rávásárolni, plusz-minusz 1000 dollár. Deadfoxot ugye. Például a Mach 7-tel.
De nézzük, ugye, hogy... Két játékos megöl, és már visszajött a Fegyverára. Persze, tehát egyébként teljesen. Szóval például Leugrosban a ma két tökéletes. Még az autósod gán. Az is ott tökéletes oda például. Na, meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Úgy néz ki, hogy Game Agents ismételten B fel akar támadni. Color már nézi ott törést AWP-vel. Vérőjék is jönnének Leugrosból, csak hogy először kimolózták az ellenfeleket, hogyha esetleg lett volna ott ellenfél. Ugye ki kell zárni mindenféle lehetőséget, ami esetleg blokkolhatja az ő támadásukat. Épp lassan megfontoltan akarnak lemenni. Néz ki, hogy észlelték, hogy bejött két játékos, hogy érkezett a füst járathoz. Ugye kizárták az ott lévő játékost, hogy esetleg lett volna ott játékos. Gabeson elmolózza hosszú végét. Bondik pedig a CZ-vel tud fregelni, viszont Flip visszalőtte előtte Angelt. Ugye érkeznek a cserék, Bonditnak ott van még egy ember, viszont Alive megölt két embert, és voxik végül a CZ-k elejével. 2v2-re varázsolja a szituációt, és van mindenkinek nagy fegyvere, hogyha a Mag-7 annak számít, ugye Deadfoxnál. Amit csak annak, viszont Kevo nincs, illetve voxik. Voxiknak megvan egy ember, hoppá, Gabesonnak kéne megoldani a szituációt, 1v2-ben van egyébként, voxik és Deadfoxnal szemben, nézzük! Most sikerül megölni a Deadfoxot, csak lehápít, és sikerül, viszont a Deadfox fejbe lőtte! Miért mondtam azt, hogy csak egy... Csak egy Mag-7, érted? Hát csak egy Mag-7. Igen. És csak egy Mag-7. De ez, szóval pont abba a pillanatban használta, amikor kellett, és pont akkor volt pontos, amikor kellett. Én ugye először hibázott, aztán pedig hallotta, hogy Gabeson kicsit ellépi magát, lerakó felé tesz egy lépést, kinézett, és hát oldalba tudta szedni magyar honfitársát. Tiszta skill. Megszerezte az első körét a HR, most már CT oldalról. Ennyi, határa csillagos ég innentől kezdve. És meg is jelent az AWP Voxiknál. Sikerült végül beruházni a távcsős puskára. Ez van minden igaz, akkor lehet, hogy ezt ki tudta menteni. Amúgy igen. Most, hogy mondod, mert egyébként lehet, hogy pénzük nem volt annyi egyébként, mert nem élték túl olyan sokan az elmúlt öt kört. Tehát lehet, hogy esetleg egy Color által hozott a AWP-t mentett ki. Biztos, hogy Color újra vásárolt ezt a... Van pénzt, tudod. Na nézzük, hogy meg lesz az entry. Egy gránátot dobott a CT játékos, szóval egy információ mindenképpen van, most már talán kettő is. Bondik közben elhelyezett a füstben, nem fog kimenni, semmiért sem menne ki a füstből. És pedig tartja hosszút. Nem is számíthat arra, hogy esetleg mekkora erő fog rázódulni másodperceken belül. Elszmokolták Colort. Máshonnan kell információkat gyűjtenie. Már csak 30 másodperc, illetve 35, úgyhogy jönni kell majd. De már visszaforgatni nem igazán lehet vele, hogy a két játékos leugrott, és ebből egy meg is hal, viszont érkezik a válasz másodiktól Flifftől, majd Bondi Kőtől, is a tálcáról, és hát 2v4. A halja legalább az egyik játékos, inkább mindkettőt. Itt lehetne a dupla, jó a Vakitó, félig meddig, is a Vakul, egy játékos megöl, Color, jön a válasz, majd Bondi szintén meg tudja ölni. Az említett magyar AWP-st, és hát 4-2, tényleg jön fel a HR, ahogy említetted, mint a talajvíz. És megveszi a Game Agents még egy utolsó lélegzetével a fegyvereket, de a bankos... Igen, fullosan, viszont a bank már elég üres. Hát szinte tényleg üres, szóval egy ilyen... Nincs. Ebből össze tudna dobni egy nagy kevót maximum. Nagyon maximum. Még az se, 750 dollár. Hát figyelj. 800. Valamit. Na nézzük, Colornak a noszkópja kellett azért. Hiába ad az AWP plusz 50 dollár tölésenként. Vagy nem a... Százat. Adatod? Akkor se jártak jobban, tehát... Hát... Ugyanúgy nullos a bank, figyelj. De majd, hogyha megnyerjük a kört. De ugye mi ne szaladjunk ennyire előre. Egy lépést tettek el felé ezzel nyitva. Persze, tehát illen. Az entry megvan, ezt már csak növelni kellene. Majd az előnyre gondolok. Az ember előny tekintetében. Color víznél próbál bekacsingatni, közben egyébként Deadfox fogja őt várni, és észleli, hogy ott van egy ember, meg is túrja őket, Colornak sikerült lehápézni. Deadfox? Megvan egy gyilkos. Deadfox. Viszont nagyon gyorsan érkezett rá a válasz, tehát ez egy kompenzáló frag volt ugye Color részéről. Na nézzük, hogy Bondik pozícióját fel fogja ismerni a Game Agents, és időben számítanak rá, vagy esetleg az Angel, vagy esetleg Angel el fogja terelni a figyelmüket, és számítanak Bondikra, viszont vakok teljesen, így Bonditnak könnyű frag. Uha. És ott van Zero-nak és Gabesonnak is egy ember, és voxik az AWP-vel, vagy mit tud tenni 1v3-ban? Na nézzük. Lehet, hogy Game Agents emberére akadt, ott van neki egy ember!
Tudja, hogy átugrott a bombás. 36, illetve 21 HP-n maradt két terror. Lehet, hogy jobb lenne pisztolyra váltani, főleg, hogy ez egy CZ. De nem tudja egyébként szerintem. Van. Nem tudja, hogy lovosak, és nem fog rá számítani, hogy ott van esetleg kocsi mögött egy játékos. És pont elmegy onnan. Kolorra a farkas szemet nézhetnének egyébként, de végül zéró lefejeli őt. Így jött kettő. Megmentette nagyjából a gazdaságát. A Game Agents a teljes kiadástól. Bár nincs sok pénzük, pici. Egy alkán nagy kevó kijön nagyjából. Lájdnak még annyi se. Hármat buktak el. Ugye megnyerték a kört, de... Lájf szerintem egy Galilt fog venni, vagy UMP-t. Még egyébként a HR-nek ekóznia kell? Igen. Három embernek van nagyjából pénze nagy fegyverre. Nem, megveszik. Utolsó pillanatban megvásárolják a fegyvereket, és időkérés van közben. Nagy valószínűséggel a Hellraisers részéről. Van, érkezik az M4 Deadfox-tól is, Angel-től esetleg a CZ, közül pedig a visszajátszás. Ahogyan Color előtte füstön keresztül Deadfox-ot. Lehet inkább egy montázs. Hát egész szépeket lő most egyébként Color. Tehát nagyon jól játszik. Az előző pályán is láttam egyébként, néztem kint a meccset. Így külső szemmel egész szépen játszott, tehát nagyon jól teljesít. A Geonál az egyéni teljesítményekre nem lehet panasz feltétlenül, csak... Nem, csak az... Igen, tehát az 0-1 fregerős játékos, szóval az online meccseken is 30-akat pakol az ellenfelekre. Color is nagyon erős, Flirről... Igen, tehát Color is nagyon erős a VP, és Flirről meg ne is beszéljünk, Gabeson is, tehát mindenki jó játékos a Geonál, csak nem mindig játszanak egy csapatként együtt. És igazából ez lehet a sikertelenségüknek a kulcsa, sikertelenség idézőjelben, ugye? Majd a sikernek a kulcsa, hogyha ezt igen orvosolják. De nézzük, Gabeson csak egy Desert Eagle van a nyert köd ellenére. De hát mondtuk, hogy orvosolják, de egyenre vezetnek. Igen, szóval egyenre orvosolni próbálják, ha más nem megy egy-egyre kihozni ezt a BO2-t. Gabeson, és bennek egy nyitó, Angel. Nincs, viszont Zero befejezte azt, amit Gabeson elkezdett. Mondítanak ismét megvan ez a boost ide fához, ott elcsípedne egy terrort, el is csípi. Fordul kapásból hosszúra, kicsit rá a csapattársára is, bár nem találja el. 3-4-re az ember előny, ott van a Hellraisersnél. Flivnek meg kéne lennie, meg is van neki voxik. 3-3-as sikerült egalizálni, Bondik felett a CZ-t, de úgy néz, hogy M4-je próbált lenni, viszont Color bedarálta Bondikot az AWP-vel 3-2-re. Issa és Deadfox Common-nak kéne megoldani a szituációt. Issára nem számítanak, meg van neki egy ember, viszont kifogy az M4! Itt nem tudta megölni Flivet, érkezik a bombarakás a Life-tól. Van még CZ. Van CZ, a CZ az a mindenek felett. Na nézzük, Issa most viszont már tudja, hogy lovas lehet, most meg is van neki Flivet, és ott van neki a Life is! Mit csinál? Akarok egy CZ balanszot. 5-3, igen, tehát nerf please. Nerf Riot, 5-3. Defkit nélkül, de megvan a Hellraisersnek a kör. Ami annyit akar, hogy nyerték, bukták. Megvárta Deadfoxot, de minek? Ja, tehát megvárta, de azt mondta, hogy inkább ő végzi a piszkos munkát, Deadfox pedig majd szedje fel a fegyvereket. És milyen jól tette. De tehát most számította arra, hogy lovos volt. Mindkét játékos, vagy legalább az egyik. Ezt vagy gyorsan akarta csinálni, ugye hallottam. Igen, hát nem volt Defkit, tehát ilyen sietni kellett, és... Bejött. Az egyik ugye emiatt, illetve hallotta, hogy az egyik terror elkezdi rakni a bombát, tehát csak egy játékos tartotta, illetve tarthatta, akit meg is ölt kapásba. Aki mer, az nyer, figyelj. Összejött. Aki mer, az Isa. Igen. Isa lesz az új meta. Hogy Isa pozícióba öltek a CZ-vel. Megbeszéltük. Na nézzük, a Game Agents-nél Leko van jelenleg. Alive az, aki a Desert Eagle-el operál, míg egyébként Fleave Zero-nál, Freeland és Zero-nál egy CZ van, a többiek pedig csak szépen egy P250-nel operálnak. A többieknek azért elég szép a vásárlásuk, bár Deadfox-nál FAMAS van, de tudjuk, hogy Deadfox nagyon erős a FAMAS-szal, szóval szerintem jobban lő vele, mint mondjuk N4-je vagy AK-val átlagban. Benne van, illetve ezt arra építed leginkább, hogy elég sokszor látjuk nála. Tehát igen. Talán a profi színben tier 1-2-ben gyakrabban, mint úgy, tehát talán nála látjuk a leggyakrabban ezt a fegyvert. Hát belül tudod a legjobban játszani, figyelj! Illetve ő a legnagyobb support ilyen szempontból, hogy nála van mindig a leggyengébb fegyver. A csapatban közben egy voxik, egy, ott lehet több is, mondjuk egy sere közben voxik, kiszedi még hosszúra Gabeson, majd viszont Zero ráduplázik. Van, nagyon szép ismét a CZ, a balansz, akkor kérdezhetném. Nézzük,
Isannal lesz a balansz az alkára, érkezik a smoke a Molotovra, egy Kanter elésképpen. Live és Zero maradtak ketten. Valahogy meg kéne szitáltató oldani. 11 másodperc van hátra a körből, érkezik a bombarakás. Angelé pedig szép lassan megindulnak. Jött a Molotov Live-ra, és úgy néz ki, hogy meghalt végül Zero is. 5-4. Nem sokára egyenlít a Hellraisers. Egyre közelebb, és a bankjuk az már kezd épülni, bár ugye három fegyvert kimentenek. Azért, hogy szerintem két vesztett kör már megsínleni a Hellraisers azt. Itt egyébként Voxnak látjuk a dupláját. Zero által meg is halt. Igen, amúgy Zero egész gyorsan visszalőtte azt a két embert, akit egyébként Voxik elvitt, szóval nagyon-nagyon gyorsan reagált rá, és nagyon jól reagált rá. Illetve hát emellett akkor, illetve ehhez az is kellett, hogy gyorsan jöjjön az info. Az meg a másik. Nézzük, Bondik előre láthatóan nem akarja, hogy valaki is jön leugrottból, ezért elmolózta. Nézzük, Dead Fox! Megvan egy két ember, viszont Flivel már nem bír el, viszont Angel az, aki hátulról besegít neki, 13 HP-vel, de túléli az ütközetet. 2v4, Alive és Zero maradtak ketten, az a hack az nagyon-nagyon jó lesz, de nem vitte senkit. Angelnek végül az N4-jével kellett megölnie Alive-ot. Amelyen mondom, ezek a duplák úgy jöttek, mint hogy csak pisztolyok ellen kevós... Én is azt néztem, hogy... Közben Zero még azért. Egy pillanatra megijedtem egyébként, hogy most anti, hogy most echoznak, mert Death Force az így lehúzta a fegyvert és megölt két embert. Na nézzük, Zero, a fregerős felvidéki játékos, mit tud vajon tenni? 1v3 a szituációban, Angel Bondi kis a trióval szemben. Angel-t lenne a legkönnyebb megölni is, neki van a legkevesebb HP-ja, viszont meg is van neki Bondik. Meg, így van. Angelnek 13 HP-ja van, féket eljött a bombára, talán nem hallották azt, hogy ellépte. Van még hátra nagyjából majdnem egy perce, tehát rá, viszont az a Molotov az nem volt jól időzítve, és végül is ezáltal meg tudta ölni. 5-5, egyenlít a Hellraisers. El is húzhatnak, ugyanis ismét nincs pénz. Már megint. Romokban a gazdaság. Hiába olcsóbbak a terrorfegyverek, ha nem érik túl a köröket, akkor nem tudnak miből gazdálkodni. Ez hogyha nem is nyerik meg, akkor... Az meg plusz, igen. Hát érkezik az MP9 Zfox-tól. Ugye lett volna pénz, és hát igen, négy Angel tudott volna dobni egyet, de inkább farmolgat majd. Voxit meg lehet legalább kettő, de inkább három. Terror, Zfox is hasonlóan tud infózni. Forgatna? Visszafut. Ja, és látja, ezt is... Elindultak öten a hosszúra, és visszaforgattak, és most elmennek B hosszúra öten. Nem, Gabeson ott marad. Mindenki megy utána, majd. Akkor most itt csavarják össze-vissza a köröket? Tudták, hogy Voxi fenn van rajta, és talán ez lehetett a... Szóval nézd, milyen pozíció van is Sának. Nem számított rá senki, és most egy crossfire is lesz egyébként. Oda jött még hozzá Angel is, a silencer-es M4-jel. Dead Fox az MP9-el, vagy tud-e fregelni legalább két embert, mert akkor lenne pénze AWP-re mondjuk. És egy társa AWP-t így Voxik mellé. Hát már, hogyha kell egyáltalán. Már ha kell, persze, mert egyelőre úgy néz ki, hogy nem kell. Hiába van, hogy hiába ötöt az állás. Attól még a Hellraiser szárnya, a Voxinak egy ember, Bonditak is egy ember, Voxinak ott a második, és Bonditak is ott van a dupla, de végül Voxik lesz az, aki előbb letriplázik, mint sem Bondik. 5-6. Érkezik a vásárlás a Game Agents csapatától. Kolonál is ott, egyből ott van az AWP. Egyébként Dead Foxékat láthatjuk. Egy olyan maradott egy piszta kamerába. És itt Voxiknak láthatjuk a nagyon-nagyon szép tripláját. Egyébként elég lazán bevitték az alszájtot, attól függetlenül, hogy anti-echo volt. Hát igen, most egyedül Flea volt az, aki tudott gyilkolni. Mondjuk triplájára tudott válaszolni. Gyilkossággal CZ-vel, de hát azért hogy győzelem, ez közel sem elég, mint láthattuk. Ja, akkor a füstüt meglátják a lábát, ezt is vonul inkább, Angel van még itt a tobornál. Illetve már 3 CT is közel hosszúhoz. A boost fához. És most már felnéznek, ugyanis már kétszer is volt itt bent CT. Lehet, hogy háromszor is. Legurust próbálják meg elfoglalni, és ismét egy újabb dolog, amit bevezethet a GA, AVP-vel foglaljuk el leugró szobát. Tökéletes. Figyelj, a legnagyobb tryhardság, amit láttam valaha életemben, AVP-vel lejolózni leugrósba. A profi szinten azért ezt nem túl gyakran látjuk. Nem feltétlen, de hát, mint mondtam, aki mer, az nyer, és hát ezek szerint... Miért ne? Alapon, érted? Na nézzük, Gabeson vagyon itt víznél tud-e alkotni valamit.
egyőre nem talál ellenfelet magának, nehogy Isten voxik, még regelhet itt viszont. Érkezik egy flash. Igen, és Voxitnak megvan kolor, defoznak is megvan egy frag, és ott lenne a második, de nem mert számít arra, hogy esetleg bocnál lett volna valaki, és azért elnézett, viszont Alive és Zero visszalőtte őket, így 3-3-ra érkezik a bombarakás, Alive belerakja a füstbe. 3-3, mondjuk egy embert kiszúrt. Ott nem biztos, bár sejtheti. Hát nem. Nézzük. Igen, tart közép. Angel közben érkezik, és nem tudta megölni Fleabet, mekkora hiba! 2-3-ra, és inkább visszavonul ebből, mentés lesz szerintem pici. És igen, kimenti a HR, érzi azt, hogy nem lesz pénze. Ha ki tudja menteni? Így van. Fleab nem tudja őket elkapni még. Túl sok pénze nincs már a HR-nek sem, de azért a GA sem akar vereket bukni, ugyanis náluk még talán kevesebb is van, viszont nyerik a kört, többet kapnak. Nehéz csak két fegyvert kell majd újra vásárolni, még a HR-nek hármat kellene. De kérdéses, hogy nem biztos, hogy fogják amúgy, tehát nem biztos, hogy két fegyver rá fognak forszolni, bár Angelnek van 8000, tehát akkor viszont fogják. Igen, lesz pénz. Van pénz, viszont a csapatok fejfej mellett haladnak. Nagyon durván. Az Inferno az nem volt ilyen szoros, pici? Nem, hát konkrétan 6 kört hozott a GIA. Igen, tehát akkor már most annyit hoztak, mint az előző meccsen. Lehet, hogy beválik az, amit mondtam, hogy húznak egy váratlant Cobblestone-on, és megnyerik a meccset. 15-15-et. Még... Figyelj, van döntetlen szóval. Van, azzal már legalább szereztek egy pontot. Ennyi. Minden lehetséget, csak akarni kell. Na nézzük, a GameAge az ugye egy AWP-t kihozott, pontosabban Color hozott ki egy AWP-t előző körbe. Isten át, mondik. Mondjuk, ha beakadt Color feje. Ez nem is Isten át, hanem itt volt drop szobába. Nézzük, hogy most nem érkezett olyan korán válasz. Zero nem akart rávállalni és inkább kimenni, mert félt attól szerintem, hogy többen is lehetnek ott leugrósba. És akkor jön a Crossfire és hát figyelj, kettős ember előtt. Utána azért nem kell ezt eladni. Tehát... Persze, egyértelműen. Megközni fog hosszúra ismét a füst, most már is által. Hát érkezett leugrósba Color. Na, nagyon szépen rálőtt a hosszú lévő játékosra. Közben a molóval az a füst milyen életmentő volt, ott Color meghalt volna. Na nézzük, Angel, megvan neki egy ember, ott van neki két ember! Na három. Jézusom. Gabesson. Gabesson esetleg, 1v4. Megoldhatjuk. Ilyettől 1v4, így ahogy említetted, érkezik. Ha-e. És nem, voxik. Hát nem tudom, aki azt mondta, hogy az M4A1-est már el lehet temetni, mert nem ér semmit. Az nem tudom, most nézd meg Angel produkcióját. Itt nézzük. Láthatjuk, hogy nézzük meg ennyi. Parancóra elő is jött. 1-2 és ott van a harmadik végül Color személyében. És egy akát fel is vesz az M4 A1-es helyett. Erős az az M4, de az AK azért jobb. Egy fokkal, igen. Lassan egyébként a CT felszerelés már átalakult T felszerelésé. Már van két AK náluk. Hát azért az AWP is megvan tervről. Igen. Tehát ez már 3. Közben hogy a Game Agent szekózni kényszerül, ismételtem. Van azért pisztoly, belefér Zero-nak, illetve nagy kevó is. CZ-vel lehet alkotni, még mindig. Jó párszor láttuk már, ha csak erre a BO2-re gondolunk. Rengeteget egyébként. De a CZ az tényleg tipikus az a fegyver, hogy nagyon erős volt, mert JW-ek is elkezdték használni, aztán nerfölték, előtt a Tech 9, aztán lenörfölték a Tech 9-t úgy, hogy kb. A CZ sorsára jusson, és most megint mindenki a CZ-vel játszik, mert rájöttek, hogy amúgy erős maradt, csak nem használta senki sem, mert megijedt tőle. És most megint azt akarjuk, hogy CZ-nörf. Lehet, hogy a Tech9 is vissza fog jönni majd a metába. Igen, hogyha majd esetlegesen érkez, hát igen. És akár. Akár, figyelj, de mostanában nem láttam profi meccsen Tech9-et. Nagyon kevés szer, illetve közben voxig. Ott van az Entry, Gabesson személyében. Az ember ülő már is ott van a HR-nél. Ja, most az lenne fontos, hát az ember elő, a fegyver. Minden. Na, Zero, megvan neki Bondig, és egy M4-et felszed magának, viszont nem tudja megölni voxikot. 6-8. Érkezik 14. kör, bocsánat, hát igen, az első fél utolsó köre pontosabban. Még fent valamiért 14-et ír, de ezt nagyon majd változnak valószínűleg. Hát ezt ki kéne hozni a GA-nak egy 7-8-ra. Nem lenne egy tipikus Cobblestone félidő egyébként. Ez már nem feltétlen azt szerintem. De az lenne a legjobb, hogyha egy 7-8-ra kihoznák, és akkor
esetleg a másik szájtom. Lehetne alkotni. Nézzük, Dead Fox infoszata, hogy jönnek nagyon-nagyon sokan. Átkötőből. Ez az időt. Robeson végül letúrta Dead Foxot. Megérkeznek a CT-k, de Color tartja érkezőket, illetve Zero áttolja. Jézusom, Zero, mit csinál? Sorsdöntő duplát tol, Bondit maradt egyedül. Már nem ő sem. Elég szépen felosztották egyébként a frageket, talán... Live, nem fragelt egyet sem ebben a körben, de a többiek igen. Szóval 7-8-al fordulnak a csapatok. Én és ha már így rátértél a fragelésre ebben a körben, akkor így... Ez a fregarány úgy összességében is igaz lehet, tehát négy játékos fregel, illetve Alive az, aki még supporta, hát szerepet játszik és kevesebbet gyilkol. Bizonytalanabb, nem? Tehát ugye látszik rajta, hogy egyébként nem az eleje óta játszik a Bessonékkal. Most igen, 7-8-al fordultunk, tehát fordulunk, és kíváncsiak, hogy mi lesz a második fél, de vagy most... Tehát arra leszek kíváncsi, hogy alapjáraton a GEA milyen CT oldalt fog magának varázsolni. Másodperceken belül láthatjuk. Érkezik a játékép ismételten, és Angel pedig elég agresszíven előre tolta már B hosszút. Nézzük, meg is látott egy embert szájtól, meg is ölt egy embert szájtól, ott lett neki akár a második frag ugye Csirkeolba. Bondik is érkezik támogatásképpen, túrja a Csirkeolat, viszont Voxitnak akad be Alive, illetve Gabeson is meghal végül Bondik Glokia által. Zero és Color maradtak már csak ketten, öt játékossal szemben. Olyan mit tudnak tenni. Nincsen Diffuse Kit. És Issa is tud fregelni, és Issa hoz már a dupla. Hát két ember nem tudta megállítani Issát. Nemhogy még a Glockját. Hát a támadás se nagyon, tehát konkrétan egy terror se tudott kiszedni az egész CT csapat. Nagyon agresszívan játszott a HR ebben a körben. Szóval esetleg szerintem 10 szak a körből, de Angel már ott volt B hosszú végén. Így van, hogy eléggé agresszív volt, volt P250-je, volt is mire alapoznia, na de. Most ez a P250 kolornában, ugye érkezik a boost. Leave, meg tudta lepni Bondikot. Lehápítni sikerült 50-re pontosabban. Hasonló sebzést oszt ki. Itt a gránátja, bosszúból. Ugyetlen a támadás ára fog érkezni, négy terror is itt helyezkedik, illetve Bondik az ötödik, aki erre tartogat. Bén, közben pedig Angel érkezik előre, Mach 10-zel megszerzi az ember előnyt. Én még lerakom, van még két CT. Kellene majd számítani legalább egyre, meg is van. Fog számít rá, Color már is meghal. Viszont Alive-nak megvan egy ember, már sikerült megölni egy játékost, pontosabban Dead Foxot. És Voxik egyébként nagyon-nagyon durván megindult ebben az anti-echo körben. Már csak Alive maradt egyedül, egy CZ nagykevóval, a bomba lekerült közben. Észrevették ott, 8 HP-n van, és ebből kimentés lenne, ha is se hagyná. De nem hagyja. 10 hét az állás. Még egy utolsó anti-echo kört láthatunk. Ahol is full lekozni fog ugye a Game Agents, és utána pedig érkeznek a rendes, igazi vásárlós körök. És hát egyetlen egy pisztoly sem érkezik, tehát az öt alap öspét láthatjuk. De... Nagyon spórolnak. Igen. Dead Foxnál is csak a CZ van, még Angelnél a Mach 10. És álltak itt. Van egyedül egy játékos, van itt Bén, Color volt, majd meg is halt. Érkezni fog a bomba rakás, és a maradott 4 CT pedig próbál majd ezeket elvenni. Mondjuk meg is találja őket, egyet megöl, majd még egyet. És érkezik Angel is. 1200 dollár kapásból a számlán, már meg is érte megvenni ezt a Mach 10-est. És kapásból veszi is rá. Viszont csak Dead Fox kapott pénzt szerintem a bomba rakásért, mert ugye amikor meghat az utolsó GEA-s játékos, akkor ugye kiírja, hogy megnyerték a kört, és utána, hogyha lerakod a bombát, akkor csak te kapsz pénzt. Hát, szóval csak Dead Fox kapott pénzt érte. Nem érte meg. Valor. Kodork végül meghal Dead Fox által. Zero majd esetleg itt bételősebb pozícióban lehet, főleg hogy segít itt neki Gabeson. Gabeson egyébként magára húztatná az embereket, és akkor ezerszer könnyebb dolga lenne Zero-nak. Sikerül neki? Vajon sikerül neki? Egy ember meghal, sikerült lehápni a Dead Fox-t, meg is hal Dead Fox végül, Zero duplán üti vissza, már csak egy kéne, és ő lenne a felvidéki Ludas Matyi. Akkor háromszor vehetem volna vissza a HR-esekre. 3-3-ra érkezik közben Voxik, már itt van kocsinál.
neki lehet nagyon-nagyon pozíció, hogy esetleg észrevesz egy játékost, mondjuk például live-ot vehette volna észre. Abba is lőhetné még, de előtte zero. Tehát a zero hal, meg viszont a live pedig meg tud tölni Voxikot, tehát 2-2-re mennek a trédek. Már csak az a kérdés, hogy melyik csapat jön ki belőle jobban. Egy a rota, ugye két CT maradt, ez általában azt jelenti, hogy egy-egy mindkét lerakón. Elájú lesz az, aki itt ám próbál védekezni, viszont két terrorral szembe felegy, így, hogy érkezik a moló, ami kizárja. Milyen pontosan kizárták a pozíciából Elájút, így kapból kéne érkezni, és Flíjus meg csak most fordul át, a bomba lekerül másodperceken belül is, saáltal. Pontosabban most. Nincsen defuse kit, sietni kell, és egy darab smoke van, viszont Issa és Flip is fegel egyet, és úgy néz ki, hogy Flip végül meghal Bondik által. 12-7, hát nem tudom, szerintem értem egyik leggyorsabb egyvégye volt, amit láttam valaha. Benne van, közben pedig Zero-nak a tutláját láthattuk, ami nem ért kört végül. Nem, viszont nagyon-nagyon szépen összedolgoztak Gabessonnal, szóval Gabesson kiment, bebételte őket, és nem figyeltek arra, hogy esetleg lehet ott valaki. Nagyon szépen újjártak a HR-esek eszén, de nem volt sajnos körértékű. Ekózik a Game Agents. Három darab CZ. Egy Desert Eagle, két darab Desert Eagle, pont hogy a Live-nál is van egy, ez a Gabessonnál. Aki ugye szereti megvenni. Voxodnak egy fragre jutott a Mag 10-ből. Color tudta őt megölni. Death Fox, le kellene tartani majd egy CT-ket, illetve meg kellene várni, amíg Angel megérkezik. És ha tud gyilkolni, Angel hallja az egyik CT-t, aki visszafele mozog. Viszont nem fog számítani Zero-ra. Zero pedig elnéz! Ajaj! Angel ellövi magát, Zero meg tudja ölni Death Foxot, viszont Angelt már nem. Gabesson egyedül, 1v3, Desert Eagle, Kevó nincs. Gabessonról ismerik, hogy Juan Dig, tehát akármi kijöhetnék ebből a körből, főleg, hogyha hosszúról fognak érkezni a HR-es játékosok. Itt még akárki meg, vagy akármi megtörténhet. Gabesson közben átjön leugrósba. De ott sajnos nincs senki. Még egyébként elkerül a figyelmét az, hogy a Hellraiser-es játékosok érkeznek be B-lerakóra. Már a bomba is a másodperceken belül, és Gabessonnak nem adja be a Desert Eagle. Angel pedig eltűrött az AK-val, 13-7. Érkezik a vásárlás a Game Agents-től. Közben pedig hallhatjuk a háttérbe a játékosokat, miközben érkezett a dupla AWP, hogy is kiemelted. Ilyen rossz lehet a helyzet, hogy duplán kell már a AWP-t venni? Hát ezt általában akkor szokták előhozni egyébként, hogyha már minden kötél szakad. Tehát nem igazán elölteti a Game Agents a dupla AWP-t. Nem feltétlenül is Gabessonnak azért nem a legerősebb AWP játékos, de... A Gabessonnak egyébként szerintem ilyen hibrid, tehát ő mindennel tud játszani egy kicsit. Kicsit, idézőjelesen kicsit. Na nézzük, hogy vajon most a VP-vel lesz-e valami agresszivitása, közben egyébként csak egy lehápézni fület, és Color rontja el a lövést. Hiba. Nézzük, hogy esetleg másodjára elrontja-e. Bondik közben jön fel lépcsőnél. Hát olyan füstöt így mehet hátba egy játékosnak, meg is hal végül Gabesson. Voxik nem hibázik. Colorral ellenben. Color maradt egyedül, ott talán meg lehet neki Voxik, de végül nem. Voxik gyorsabb volt. 14-7. Két körre van attól a Hellraisers. Befejezze végleg ezt a pályát, illetve ezt a mérkőzést, és akkor megnyerje ezt a Best of 2-t. Eléggé felemás a Game Agents-nak a vásárlása. És elég érdekes egyébként az, hogy most rávették, és nem az lett, hogy echoznak, és akkor a következő körben pedig nagy fegyverrel megveszik. Ők inkább most forszoltak rá. Frida meg is van Bondik, az entry ott van a GA-nál. Most végül jó volt, de az a hag! Pontosan ki volt számolva, hogy mennyi HP-t vegyen le, és pont levett annyit. Most bele is akadt abba a hába, olyan szinten eltalálta. Az a legidegesítőbb, amikor rádobják a gráncot, és akkor elakadsz benne, és belassulsz, meg megállsz. Nagyon idegesítő tud lenni egyébként. Meg utána meg is halsz miatt. Az meg a másik, tehát az meg már ráadás. Nézzük, Color a CZ-vel! Pont elvált egyébként, amikor kinéztett volna, amíg dobta Angel a Molotovot. Lord. Nézzük, nem sikerül neki megölni végül Angel, csak lehápézni. 4 HP-n viszont Zero-nak nagyon-nagyon jó pozíció van ott hordóknál. Live is érkezik át B-ről, áttolva a füstöt, ha áttolja a füstöt.
Ne, a moló ide hátra. A live közben is közben jött, Dead Foxcom. Dead Fox érkezett. És hát végül 15-7, igen. Bajban a Game Agents. Pénzük még lesz, bár most sem a legtöbb. Nem, szerintem jobb lett volna az előző körbe elkózni. Szerintem egyébként, és akkor még jobban is jártak volna. Bár ez így is van elég szép szett. Tehát nem azt mondom. Na nézzük, vajon megtartja a reményt a magyar szurkolókba a Game Agents, vagy pedig a Hellraisers egy nagyon-nagyon sima 2-0-val igazából megszerzi azt a jól megérdemelt pontszámot, amit ugye a győzelemért lehet kapni. Oxik. Nagyon agresszívan áttolja a vizet. Hátulról szupportolja Angel-t ugye, aki már lépcsőknél van. Egy perc húsznál már nagyon közel ához. Elég közel egyébként, és igazából szorítják össze a GIA-s játékosokat, mert ketten mennek be leugrósból, aztán mennek arról, és hogy össze-vissza egy több frontos hadviselést akarnak folytatni. És egyébként sikerül is, hiszen a GIA most kezd átzárni. De egyébként Voxik már tudod fregelni, és ott van még Deadfossnak is Gabesson, és Angelisnek is ott van végül Fleeve. Alive tudta visszavenni Voxikot egyedül 2-4-re. Nézzük vajon Bondik. Na. Bondik meghal Alive által, ez még nem lehetetlen ez a kör, pici. Még simán meg lehet a Game Agentsnek, bár így nehezebben, hogyha Alive meghal. Zero marad már csak egyedül, ha valaki, akkor Zero lehozhatja a Volt csapata ellen. Na nézzük, mit tud tenni. Tudják, hogy hosszúra van, és Deadfox végül lefejelte őt. Itt 16-7-re. Összesítve pedig 2-0-ra. Hellraisers legyőzi a Game Agents-t. Hát volt itt 6-6